a múltkori adásban volt az, hogy oda nyúlós. Oda nyúlós, igen. Ez a modern technológia. Bizony. Sziasztok, kellemes szép estét, vagy késő délután? Nem, más este van. Ez itt a Restart Extra című IT Talk Show. Pontosan, tartsatok velünk az elkövetkezendő közel másfél órában. Itt lesz Balázs. Itt lesz velünk Vendi, illetve Marci. Én ma itt is vagyok. Így van. Így van. Reméljük, hogy velünk tartotok a műsor teljes mértékben élő, valahol a Marci feje mögött jobbra fönt van valahol kiírva, hogy élő, amennyiben ugye a szokásos péntek esti időpontban néztek bennünket, ha pedig az ismétlést nézitek, akkor nem érdemes telefonálni, illetve skype-olni hozzánk, viszont ilyenkor igen, úgyhogy használhatjátok nyugodtan a képernyő alsó részén elhelyezkedő csíkon található elérhetőségünk valamelyikét. Múltkor, ezt szépen megfogalmaztad. Igen, múltkor véletlenül a fixtére kapcsoltam tévében. Véletlenül? 554. Számítógépen szoktam nézni. Aha. Véletlenül az 54-es csatornát az 554-es nyomtad be, és valahogy megjelent. Benne voltam a tévébe. Tényleg? Nagyon durva. Én magamra szoktam néha ébredni. Azt hittem más csinálni. De mindegy. Ez nem az a műsorsáv, amelyben ilyet szabad csinálni. Ébredni? Nem. Igen, mert hogy valamikor, nem tudom már melyik pedig nap. Pedig a Restart Extra nem nagyon van reggel. Nem az Extra, hanem még a régi műsoroknál volt az, hogy a sima Restart. Bár már ritkán vagytok abban, mert azt már kisajátított. Na jó, nem. Csak hát lusták vagytok. És érekedet, hogy ébredj velem? Vagy a, nem tudom, Berinek a 90-es években slágerje? Viszont én nem jutottam a telefonomat, azt hiszem. Mindenképpen. Ti viszont ne némítsátok el, hanem hívjatok minket, pont a telefonszámunk van kint, úgyhogy ezen értek el bennünket. Sőt, a Skype-ot is elindítottam, leteszte, miért nem megy, ha elindítottam. Ja persze, mert frissült már megint. Ja, frissítsétek, mert hogyha néha nem megy a Skype, mint ahogy a múltkor nekem sem ment, rájöttem, hogy azért volt, mert nem volt a legfrissebb fönt. Tényleg mostában csak a legfrissebb Skype-ot engedi használni? Tehát nem frissítem, mert nem enged bejelentkezni. Nem tudom, én nem skype-olok annyit. Nem tudom, én mindig frissen tartom a szoftvereimet. Nem. Hát én is, csak mivel aktuálisan nem volt éppen lefrissítve, ezért nem jelentkezett be, és csodálkoztam, hogy miért van. Hát kiderült, hogy lefrissítve most a rögtön bejelentkezett. Azért van, mert utálnak a számítógép. Ja, az egyértelmű, hogy engem gyűlölnek a gépek, de nem baj, én is gyűlölöm őket. Úgyhogy majd föllázadnak ellened. Jó, na, nézhetők vagyunk ugye online is, ha valaki ne adj Isten HD-ben szeretné látni a ragyánkat az arcunkon, akkor nézhet bennünket ilyen minőségben is, de van egy SD minőségű is, javaslom inkább. Azon nem látszunk. Sőt, igazából ki is kapcsolhatjátok a képet, elég ha hallgattok minket szerintem, bár ma mutatunk is egy-két érdekes dolgot. Gergő, jó voltál, ha minden igaz, akkor a mi kis színes hírcsokraink még képi illusztrációkat is fognak tartalmazni nyomokban. Nyomokban mogyorót tartalmazott. Igen, ebből ez lett volna a lényege, de ja. No, hát kezdjük rögtön azzal, hogy hát már alig jelent meg a 6.0-as Android, sőt igazából nagyon sok gyártó telefonjára még egyáltalán nem is jelent meg a 6.0-as Android. 4.2-es használok. Tehát van, akinek még az 5-ös sem jelent meg. Windows 10-es. Igen. Már is érkezik ugye jövőre a 7-es Android, amely esetén képzeljétek el, hogy lesz lehetőségünk eldönteni, hogy mi legyen a neve, ugyanis nem találtak kinek jelőre nevet, hanem szavazás alapján bárki eldöntheti majd. Tehát az a bárkiát gondolom én, mindenki szavazhat, aztán majd eldöntik a Google-nél, hogy melyik tetszik a legjobban, és érkezhet ugye az új Android, mint ahogy közismert. Édességről kell elemezni? Ez egy jó kérdés, ez is kiderül. Azt mondja, a Google az Android minden fő verziójának egy édességekről mintázott kódnevet ad, amelynek kiválasztását eddig mindig házon belül oldotta meg. A kereső óriás azonban mobilos operációs rendszere következő kiadásában szakít ezzel a hagyomány, és magukra, a felhasználókra bízza majd a döntést, hogy mi is legyen az új verzió neve. Hát gyakorlatilag ennyi a lényege a hírnek. A névnek természetesen N betűvel kell majd kezdődnie, ugye? Tehát miért? Hát már így mentek szépen sorba. Tehát ugye KitKat, Lollipop, Marshmallow, ha most csak az utolsó hármat sorolom fel. Most akkor az N betű következik az ABC-ben, úgyhogy nagy valószínűséggel N betűvel kell kezdődni. És sütemény is legyen. Igen, valóban eddig ugye mindig édességek voltak a nevei, ugye, hogyha végignézed. Nugát. Nugát, vagy nuts mondjuk, csak simán egyszerűen. Az kész. Magyaros csoki. Vagy lehetne no sugar. No sugar free, igen. Az majd az S betűnél inkább. Igen, sugar free.
Igen. No candy, tudod, no candy. Nincs cukor. Jó, hát ez gyakorlatilag a történet, úgyhogy ezt egyébként maga a Google elnöke vetette fel ezt az ötletet. A héten egy Indiában rendezett beszélgetésen a vezető szerint egyébként nem kizárt, hogy egy online szavazást írnak majd ki a kódnév meghatározására, így gyakorlatilag maguk a felhasználók dönthetik majd el, hogy pontosan mi is legyen az. Nem mint hogyha ennek egyébként lenne túl sok létjogosultsága, mert nem, bocsánat, nem tök mindegy, majdnem K betűvel mondtam, hogy mindegye vagy sem. Kök mindegy. Igen, tehát hogy mi a kód neve, tehát hogy 7.0 az kész. Én azt szeretném kérni először, hogy én értem a gazdasági érdeket amögött, hogy nem adnak ki minden szoftvert, minden frissítést telefonokra, mert hogy nem futhat rajta, ennek a fele mondjuk biztosan igaz, a másik fele meg az, hogy vegyél új telefont. Tehát azért nyilván, ez túlzásban viszik. Túlzásban is viszik, viszont a másik oldalról meg ugye, most nem akarom védeni a Google-t, meg tudja védeni magát, de ugye rengeteg alkalommal magát a Google-t hibáztatják azért, hogy ha mi az, hogy az én telefonomon nincsen új Android, hát miért nem adja ki a Google? A Google kiadja, itt a gyártók nem írják át, illetve nem customizálják a saját készülékeiket. Nem tudom, például ugye... Tehát ugye a natívan kijön, sőt az én telefonom ugye, ami a referencia készülékemre. Ezt most már Marcit szeretnék látni. Várjál, majd én szinkronizálom. Tehát a Marcit kérjük képbe. Referencia készülékemre, ugye? Tehát erre pedig ez egy már nem egy mai modell, erre mindig kijön a legújabb, rögtön. Mert hát ugye ez erre a natív Androidot adják ki, tehát amit a Google kiad, mint kód, az rá is kerül például a Nexus készülékekre. Ez teljesen jó egyébként, azt azért, igen, teljesen jó, most elmondtál, értem is, meg már a referencia készüléket mondjuk nem tudtam, még nem hallottam, de én azt gondolom, hogy a felhasználóknak a nagy része, azon, amit most elmondtál, teljes mértékben hidegen hagyja, vett egy 100 000-150 000 forintos telefont egy évvel ezelőtt, ami azért nem olyan sok idő. Igen. Itt van az én P7-esem, ami még innen a 4.4.2-es van. Na jó, de ez nem a Google hibája. Hanem ez a, már bocsánat, a te telefonod gyártójának a hibája, hogy ő nem frissíti le. De engem mint vásárló, én értem előtt a szakmai dolgot, mert értem, hogy ez úgy van, de ez a felhasználói élményt, Rondja, abszolút, ebben egyetértünk, csak ugye nem azt kéne hibáztatni, aki nem hibás ebben. Tehát ugye hibáztassuk a gyártót, ha egyáltalán kell azt gondolom, de ez tehát a véleményem. Ne a szomszéd tehene is ugye kategória legyen már. Nem. De én azt gondolom, hogy azért ez ilyen összekacsintós dolog, mert az adott gyártónak és a Google-nek is jól jön, hogyha megveszik az újat. Ez így van, de gyakorlatilag ugye az Android, mint operációs rendszer, nyílt forráskódú, illetve nem teljesen nyílt forráskódú, hanem licenszhez kötött, tehát a gyártóknak ugye a módosítás licenszhez kötött, de gyakorlatilag a source code, mint úgy, az elérhető. Te is letöltheted, te is módosíthatod, hiszen ez de a... De én nem akarom, én telefonálni. Tudom, hogy nem te, de a gyártókról beszélek. Tehát mit tudom én, a Sony, a Samsung, a Huawei, a nem tudom, töltse le, és írja át a saját hardverején, és azért nem működik a natív Android ezeken a készülékeken, mert más hardver van benne, mint a referencia készülékeken. Tehát a Google megcsinálja a saját hardvereire gyakorlatilag, tehát a referencia készülékek hardvereire az operációs rendszer. Egyébként másban, meg ugye ráncfelvar, stb., amit az operációs rendszernek tudnia kell, viszont ugye a gyártók saját képükre, vagy a saját szájízük szerint ezt pluszban módosítják. Ha módosítják, ugye? És általában nem mindig teszik meg. Tehát akkor legalább engedélyezik, hogy a natív működjön, legalább a drivereket írják bele a natívba, és engedélyezik a natív Android futását, és így igazából bármilyen készüléken futtatható lenne. Na, de nekem mindkettőtökkel egyébként egyezik valamennyire a véleményem, csak a kis politikus. Elég gáznak tartom azért, hogyha végignézitek a gyártóknak a listáját, akkor azt tapasztalhatjátok, hogy a gyártóknak a 90%-a ez nem foglalkozik eléggé ezzel a kérdéssel. A legújabb készülékeikkel foglalkozik. Igen, azzal. Például az én S6-omra is januárba fog jönni a 6.0-as Android, de az S4-re mondjuk már, ami itt egy két vagy 5-re, arra már meg már csúszva. Mondjuk az 5-re pont érkezni fog, sőt még a 4-re is elvileg. Igen, de hát ha minden igaz. Például nekem ugye volt az S3-om, és az 4 pont, én amikor azt megvettem, még 4.1.2-es Android-dal jött, és az utolsó, amit kiadtak rá, az 4.3-as Android volt, mert kitketet se kapott.
Tehát, hogy annyira nem foglalkoznak ezzel a gyártók, pedig ez lenne az egyik legfontosabb, a szupportálás. Mert nem azt fizeted meg, amikor márkás telefont veszel, mert vehetsz ugyanúgy márkátlan telefont is, ami ugyanazt tudja, a különbség a márkátlan és a márkás telefon között az az, hogy te plusz szolgáltatásokat vásárolsz, amikor egy márkás termék mellett teszed le a voksodat. Például. És ilyen szolgáltatásnak kéne lenni a szupportnak, annak a szupportnak, hogy te kapod a legfrissebb operációs rendszert mindig a telefonodra. Ebben egyetértünk. És kifizetem érte. De kapod? Egy nem kapod? Nem kettő? Milyen plusz szolgáltatást kapsz te akkor? Hát ezt mondom. Bocsánat, nem akarom itt a gyártókat egyenként meg név szerint így külön, hogy mondjam, degradálni, de végül is akár lehet. Ne is. Milyen plusz szolgáltatást kapsz te mondjuk ez azért, mert mondjuk te Samu telefont veszel, mint hogyha mondjuk vennél egy LG-t, vagy Sony-t, vagy, tehát hogy mik a plusz szolgáltatások, amiket kapsz ezért. Pont maximum ezért szoftveresen kapsz egy-két dolgot pluszba, de ráadásul nem is egy free shop rendszert kapsz, ami persze kérdéses, hogy kell-e ugye mindig a legfrissebb? Tehát ugye ez hát is kell. Mindig egy olyan, hogy van, aki ugyan elérhető mondjuk a Lollipop, de inkább használ a KitKatet, mert neki azzal jobban megy a telefonján, mert mondjuk régebbi a készüléke. Tehát lehet, hogy nem is megy olyan jól rajta. Igen, mondjuk csak én is belefutottam abba a problémába, még pont a régi telefonnál, hogy olyan szoftverek jöttek ki, mit tudom, olyan játékok jöttek ki, amik már a régi op-rendszeren nem futottak, csak az újon. És most gondolj bele, hogy az milyen rossz, hogy nem tudsz azért használni bizonyos programokat, amik most jöttek ki, mert neked régebbi operációs rendszered van. Uh-huh. És én pontosan ezért mindig inkább a legújabbat szeretem például használni, hogy mindig a legújabb programokat tudjam használni. Logikus. Legfrissebb. Hát, jó, hát logikus is egyébként, meg valahol, ha valahol belegondolunk, persze ez most kicsit szembe megy azzal, amit gondolnak azok, akik mondjuk régebbi készülék van. A gyártónak nem érdeke a régi készüléket szupport. Neki az újat érdeke eladni. Persze. Tehát logikus, hogy csak az újabbakkal foglalkozik. Ha legalábbis először, aztán utána lehet, hogy azért a régebbire is lehet, hogy kiadja a rendszert, de... Tudod, mit erről eszembe? Az, amikor ami sokszor fölmerül, amikor internet hűséget kötnek az emberek, hogy mindig az csak az újak jöjjenek, annak igen. A régi meg bekaphatja. De hát Marci, a vadkapitalista a világban erről szól a történet. Tehát vegyél, fogyasz, vegyél. Na jó, de megnézed, van olyan, mit tudom én, nem tudom, az Apple-nél hogy van, ott hányféle op-rendszer fut? Hát ott is, ott egy. És visszamenőleg, azért azt hiszem három évig visszamenőleg, tehát a három évnél régebbi modellekre már nem elérhető, tehát például a 9-es iOS-t azt már az iPhone 4-re nem tudott föltenni, talán 4-esre még mintha föl tudnád, azt hiszem, és gondolom én a következő iOS esetén meg már majd egyáltalán a 4-esre se fogod tudni föltenni, csak az 5-ösre. Mert a Windows Phone-ok ott ugye egy a szisztéma, mindegyik telefon ugyanaz van. Igen, mert ott még nincs annyi főverzió. Majd idővel szerintem ők is rá fognak arra jönni, hogyha majd csinálják az újabb készülékeket az újabb operációs rendszerrel, egy idő után nem éri meg visszafelé annyira kompatibilissé tenni, mert nem éri meg rátenni, hiszen annyira lassú lesz a készülék az új rendszerrel, hogy inkább azt mondják, hogy már nem szupportálják azt a készüléket, maradjon csak egy régebbi rendszer rajta, vagy még régebbi, mert azzal még legalább működik. Hát jó, mikor ez következő lehetett, ugye most elvileg Windows 10 van, aztán igen, bár én már jön abból lesz. Is, ha jól tudom, és ez is egy hír, akkor szerintem folytassuk ezzel, mert gyakorlatilag az Androidot már ki is fújtuk, hogy Insider program keretében már most elérhetővé tette a nyáron megjelenő következő Windows főverzió előzetesét a Microsoft, ami igazából még semmi konkrét változtatást nem takar a mostanihoz képest, csak ugye fölkészítik előre az Insider keretében, Insider program keretében használó Windows-os felhasználókat, hogy már ugye az új rendszert használják, ugye a 11082-es kód build számmal ellátott Windows-t lehet már letölteni. Mondom, ismétlem az insidereseknek, tehát nem a stabil verzióról beszélünk, ez ugye majd nyáron fog végleges stabil formába kerülni, tehát ez a következő, hát nem főverzió, mert ha ugye... De nincs főverzió már, hanem... Ne, igen, tehát ez a Redstone nevű verzió, hogy hívják, ez kód nevű Windows változat. Vörös szikla. Hát, köszönjük szépen a igen. Fordítást. így is nevezhetjük. Android 7 legyen N Rákóczi túrós. András. Én megvettem az ötletet. Vagy az N betűvel kezdődő. Vagy neveni, no name, tudod? Utella. Android no name. Hát nem adunk neki nevet, kész. No name, tényleg. Jó. Picit maradjunk a Microsoftnál, én azt gondolom, hiszen van egy-két hír a hétnél. Jó, tudom, hogy te amúgy is ott maradsz és vigyázol a cég jó hírnevére, de ezen kívül azért én egy picikét kezdem
Ez van neved magadra, Marci, jó? De elkezdtem. Le fog zárni a Windows-ot, hogyha nem sírjuk. Bocsánatot kérek mindenkitől. Szóval, hogy vannak itt azért problémák. Ugye több hír is volt a héten, ami Microsofttal, illetve az ő szellemiségével kapcsolatos. Ez az egyik hírünk az az volt, hogy választhatsz, vagy frissítesz, tehát már megint erőszakoskodik a Microsoft, ugye a Windows kapcsán. Két választási lehetőség. Két választási lehetőség, vagy frissítesz, vagy frissítesz. Tehát, hogy megint rá akarná erőltetni az emberekre, ugye a 7-8-at használó emberek, hogy frissítsék a 10-re a rendszerüket. Ez az agresszív frissítés politika, ez szerinted mennyire célra vezető dolog, vagy ennek mi a célja, hogy tényleg mindenki a legújabbat használja? Én megérteném, ha így van egyébként. Nem felirányul a kérdés, csak vélemény szinten kérdezem, hogy elmondom én előbb a véleményem, szerintem ez nem feltétlenül gáz. Pont ahogy az előbb beszéltünk az Android esetén, ugye, hogy a felhasználónak érdeke, és a szoftver gyártójának, vagy az operációs rendszer kiadójának is érdeke az, hogy a legfrissebbet használják mindig az emberek, hiszen az biztonságosabb, több szolgáltatást nyújt, elvileg gyorsabb, ugye bizonyos hardveres körülmények között, és hát ugye az bizonyos, tehát az új trendeknek megfelelő. Logikus, hogy nem visszafele fogunk gondolkodni, hogy persze, hogy egy 10 éves számítógépre az ember fölteszi a Windows 10-et, hát az lehet, hogy nem fog ugyanúgy működni, mint egy mai gépen, de nem is ez az elvárás, nem visszafele nem, fejlődünk. Nem tudom egyébként, most nem tudom a 10 év, most nem feltem a 10 éve régi gépem, uh-huh. ami mondjuk a Windows 7 jól működik, vagy ahogy a Windows 7 működik adott számítógépen, elvileg a Windows 10 is, tehát nem lesz. Ezért mondom, hogy igazából... Tehát meg a másik része, hogy azért olyan, hogy még nem hallottam, egy-két extrém esetet hallottam ismeretségi körbe, akinek mit tudom én, speciankártyája van, mert zeneszerkesztő és olyan uh-huh. pluginokat használ. Egy-két ilyen esetről hallottam, ahol ő még várnia kell a Windows 10-en, a szoftvergyártónak még azt meg kell csinálni azt a plugint, ami réteg dolog. Igen. Tehát általános felhasználónak az a tapasztalata, szerintem a véleményen szerint magam, amit látok, hogy tehát nincs gond azzal, hogyha lefrissül. Ez egy erő, tehát valóban agresszív a dolog, én is azt gondolom, de a frissebb jobb. Hát elvileg igen, tehát jó, én azért mondom, hogy nekem sincs ezzel különösebb bajom ilyen szinten. Bár meg nem muszáj, hogy... meg azért ezt ki lehet. Nem, persze, kikapcsolható ez a funkció, csak hogy ugye már annyiszor ki kellett lőni, meg le kellett szedni azt a frissítést, ami, hogyha hogy állandó ugye fölhívja rá a figyelmet, de le lehetett szedni azt a bizonyos frissítést, ami illetve disable-re tenni, hogy úgy mondjam, ami igen, ezt állandóan felhívta. Most egy újabb frissítést jön már. Tegyük fel egy alternatív univerzumba, kijött a Windows 8, talán 9. Uh-huh. Ugyanúgy árulták volna, nem szolgáltatást, de nem szoftverként, mit tudom, hogy 40 ezer forintért. Uh-huh. Akkor meg itt lennének a nézők, hogy mi az, hogy miért nem kapok. Semmi, ez a semmi igen, se tehát, benne van. Meg az, hogy valóban, amit mondasz, hogy ezt akinek van 7-es vagy 8-as rendszere, ingyen kapja, tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát, hogy ez azért szerintem... Az a baj, hogy nekem meg ez... De érted, az Androidet rinyálnak az emberek, hogy miért nem jön ki a legfrissebb, a Windows meg kijött a legfrissebb, és nem teszik fel. Bocsánat, Balázs, múltkor itt, amikor pont beszéltünk ugye itt a Windows frissítésről egy héttel ezelőtt, közöttelen nézgettem a kommenteket a falon, és így rengetegen így, bocsánat, fúj, nem teszem föl, amikor marad a 7, meg marad a 8. De saját válasz, de valaki ezt indokolja már, de most komolyan érdekel. Mert én, amikor föltettem a 10-et, komolyan mondom, meg vagyok elégedve. Én is. Tehát igazság szerint ugye a 8-at azt úgy skippeltem, azt 10 percig használtam, és a 10-zel viszont meg vagyok elégedve az első perctől kezdve. Igen. És nem tudom, hogy mitől félnek az ember. Főleg a mi nézőinkre gondolok, akik azért nem kócaplegykákból, nem informatikai hírekből is tájékozódnak, hogy nagyjából jó. Tehát ilyen, nem látom a szakmai érvet mögötte. A kocka, most ezt nem negatívan mondom, mi is kockák vagyunk ilyen tekintetben, a kocka emberektől, akik egyébként mindig az Android előttől még frissebb, aztán a Windows alatt nekem nem kell. És főleg azt szerintem, aki mondjuk egy 8-ast használ. Biztosan, a 7-esnél még megértem, a 8-asnál. Igen, én is ezen gondolkodom, hogy milyen ilyen ok lehet. Az egyik ok az tényleg maximum hardveres inkompatibilitás, tehát hogy régi esetleg a gépe az illetőnek, és vagy mondjuk van olyan hardware, amit te is mondtál, egy olyan hangkártyája, vagy bármi, ami esetleg nem feltétlenül kompatibilis vele, vagy ugye azért valljuk be őszintén, mi minden új rendszernek azért vannak kisebb problémái, amiket persze szép lassan frissítgetnek és megoldanak, tehát még nekem is első körben mondjuk nem működött a Bluetooth-on, már működik. Tehát, hogy szépen lassan azért ezeket frissítgetik, és hát azért azt se felejtsük, hogy van jó néhány gyártó,
aki kimondottan kéri, hogy ne tegye fel az illető a Windows 10-et, mert hardware kompatibilitási problémák lehetségesek. De az nem az átlagos történetnél van, az a kisebbik, hogy nem tudom milyen spéci eszközöknél. Uh-huh. Na most akkor, aki Szabolcs, ide posztoltad, hogy így kell kikapcsolni, te lettél egy Windows 7 Enterprise. Igen. Sok pénze van Szabolcsnak, igen. Erre figyeljünk már oda. Ő hát ő vállalati felhasználó, hát nincs az megmond, ugye. No comment, gyerekek. Ez lesz az arra. Na jó, bocsánat, hát, ha kicsit szurkálódjuk, akkor ez itt bennem a okay, papliban. Tehát, azért nem akarnak áttérni a Windows 10-re, mert hát van egy hetesem, de az nem túl legális, hát most ha lett frissíteném 10-esre, azt hogy működne vajon? Van egy ilyen, aki mondta, alakul haltam ezt, hogy azt tudja, hogy mindenki Windows használ, csak olyan a fizetne is érte. De igen, tehát ez lett az ok, igen. Ne hőbörögjek majd, ha loptam a szoftvert. Használd. De hát hőbörög, mert állandóan felhívja a figyelmet, hogy ugye le kéne frissíteni, és az zavarja az embereket, hogy hát nem akarom lefrissíteni, mert a 10-nél már jobban figyelnek erre, nem is nagyon lehet ugye kalóz verziót használni, STB, hát ne hívja már fel rá a figyelmet. Tehát ugye ez is, vagy ez egy külön szegmens, direkt nem ezzel akartam kezdeni, de nagyon sokan ezért nem rakják fel ugye a Windows 10-et. És nyilván, jobban is teszik. Nyilván, ha van egy lopott autó, nem viszem el márka szervizbe, ugye? Hát, ennyi. Igen, ez volt a legjobb hasonlat, én azt gondolom. Na jó van, Laca. Na Laca, itt vagy? Halló, Skype-on keresztül. Szia. Na, hello. Halló. Hallatok engem? Hallunk, szia. Sziasztok. Én egy kérdésem lenne, Randi, ugye te is említetted már többször, és valamelyik adásodban említetted, hogy a Skype azt csinálja, képzeld el, hogy azt vettük észre, nem csak én, hanem a kollégáim is, akikkel együtt tevékenykedik itt a Skype-on keresztül, hogy napok óta azt csinálja a Skype, hogyha csoportban vagy egyénileg is, hogy megszakad, meg újra kell hívni, de akkor azt csinálni az kár, olyan, mintha behívtuk volna az életet, de mégse. Van erről egy film, egy jó horror film. Igen, nem viccelek, nem viccelek, tényleg van egy ilyen film. Van, hát most figyelj, egy szolgáltatásról beszélünk, aminél lehetnek fennakadások, mint minden szolgáltatásnál. Én spec nem vettem észre ilyen jellegű hibát, de nem jelenti ez, hogy nincs. Van, hogy nálam jelentkeznek hibák, de más írta például a múltkor is, hogy hát neki tök jól megy, nekem spec nem ment. Tehát lehet, hogy időnként ilyen régió szinten vannak minimális problémák. Ráadásul a Skype azért nem is értem, hogy miért szakad meg, mert ha jól tudom, úgy működik, de ebben majd Marci megint megerősít, hogy ez egy peer-to-peer rendszer, tehát amikor mondjuk igen, ha csoportosan hívsz, akkor nem feltétlenül, de amúgy, ha két ember beszélget egymással, akkor úgymond peer-to-peer, tehát pont-pont kapcsolat létesül. Igazából, amikor bejelentkezel a szerverre, tehát magára a Skype szolgáltatásba, akkor ugyan van egy úgynevezett státusz szerver, amire feljelentkezel, hogy lássa, hogy az adott illető online vagy nem online, stb. De amikor létrejön a kapcsolat a két fél között, az már pont-pont megy. Tehát igazából annak a Skype szerveréhez valami kevés köze van, hogyha esetleg ott megszakadnak a hívások, ott inkább az internet szolgáltatók közötti forgalomban keresendő a probléma, ha nehogy Isten rossz a minősége, vagy megszakadnak a hívások. Tehát az nem biztos, hogy a Skype ugye... De érted, nem csak én tapasztalom, hanem sokan tapasztalják ezt, hogy megszakad, akkor... Nem, nehezen tudunk csatlakozni egymáshoz. Aha. De nem csak én ezt... Értem, jó, hát csak nem tudok rá mit mondani. Én még ilyet nem nagyon vettem észre, az, hogy megszakad, azt ugye rendszeresen adásban néha észreveszem, hogy X ember hív, és akkor beszélni akarunk, de nincs hangja, vagy megszakad, vagy ilyenek, de szerintem ez inkább ilyen kliens oldali probléma, sem mint központi. Én is azt mondanám tipre. Meg azért, hogyha ilyen nagyobb gondolkodnak, azok hamar kiderülnek. Igen, tehát emlékezzünk arra, hogy pont talán egy vagy két hónappal ezelőtt volt valami nagy Skype szerver hiba, és hát ugye körbejárta az internetet is, hogy nem működött a Skype szolgáltatás a fél napon keresztül. Tehát, hogyha ilyen nagyobb hibák vannak, arról úgyis szó van, a kisebb hibákat pedig azért azokat általában gyorsan megoldják. Tehát hibák mindig vannak, mint mondtam, egy szolgáltatásról beszélünk, csak az a kérdés, hogy milyen jellegű ez a hiba. Tehát nagyon sokféle hiba lehetséges. Úgyhogy pontosan mi az oka, ezt nem tudom neked megmondani, de sok minden lehet. Hát mert azon gondolkoztunk be neked, Redd, és
nem csak én mondtam ezt, hanem a kollégák, akivel együtt dolgozom, hogy amióta a Microsoft kezeli a Skype-ot, azóta valami, mindig van valami a Skype-al. Nem tudom, hogy az előtt kinyit. Én ezt nem mondanám így, sőt, ez pont fordítva. Ez egy érzéki csalódás, szerintem is. Tehát azóta szerintem egyébként pont, hogy nagyon sokat fejlődött a Skype, mert azért valljuk be őszintén, hogy mikor indult a Skype? 2003-ba, 2002-be? Valahogy így, és a Microsofthoz meg az utóbbi 2-3 évbe került, ugye? Valahogy így. Nem tudom pontosan a dátumokat, tehát majdnem 10 éven keresztül ugye nem a Microsoft tulajdonában volt. Nem is fejlődött szinte semmit a Skype, tehát nem történt semmi érdemleges frissítés, semmi benne. Most mióta oda került, azért egy csomó minden újdonság került bele. Tehát, hogy itt azért szerver oldalon is frissítettek nagyon sok mindent, jó volt a stabilabb lett elvileg, ugye. Mondjuk többen is használják, tehát azért az itt egy fejlődésről beszélünk. Nem tudom, én ilyen szinten nem emelném ezt itt kimondottan ki, hogy ez a Microsoft hibája lenne, tehát biztos, hogy nem a Microsoft hibája. Mondom, szolgáltatásról beszélünk, amit becsúszhatnak problémák, de nem biztos, hogy mindig a szolgáltatót kell szidni. Tehát először nézzünk körül a saját házunk tájékán, hogy biztos, hogy nem ott van a gond, mint ahogy például a legutóbb be is bizonyosodott, hogy nálam volt a gond, mert nem frissítettem le, és mondjuk ez is egy olyan dolog, hogy ez is érthető valamilyen szinten, hogy igenis, csak a legfrissebb, vagy mit tudom, egy-két verziót még talán engedélyeznek használni, de nem fogják a Skype 1.0-át engedélyezni a maiakkal egybe kommunikálni, mert valószínűleg teljesen másképp működik, tehát nem fogják ilyen szinten visszafelé kompatibilisre megírni a szoftvert. És ez nem is várható el. Tehát használjuk. A Skype-ot mindig a Skype-nak a oldalára töltöm le, tehát vagyis lementettem annak idején a Skype-ot, csak amikor újra telepítem a Skype-ot, az azonnal... Ha lefrissíti a legfrissebb verzióra, persze. Igen. Azóta mindig lefrissítem. Ennyi. Jól van. Más kérdés, hozzászólás, Laci? Egyébként az Androiddal kapcsolatban a 6.0 még azt nem próbáltam ki, de sok jót hallottam róla. Uh-huh. Hát jó is. Tehát üzemidő, ugye leginkább ebben fejlesztettek benne elég jelentőset. Tehát mondjuk az én telefonom most már 6-os van rajta egy ideje. Gyakorlatilag, mint újkorában. Pedig azért az aksia nem mai darab már, és hát addig bírta, vagy addig bírja, amint körülbelül, mint amikor megvettem. Tehát, hogy ilyen másfél-két napig is kibírja a telefonom most egy feltöltéssel. Akkor nem sokat használod egyébként. De használom, pont az a vicces, hogy még használom is. Tehát jó, nem sokat, hát nem egész nap ezen ülök, mint te, igen, hanem de nyomogatom. De hát akkor nem sokat használod. De jó, hát mint ilyen sokat. Tehát átlagosan folyton ezt nyomkodod. Nem, én meg ilyen az vagyok. Nem az nekem átlagos. 5-6 óra alatt lemerül, tehát hogy... Igen, nekem is. Tehát, hogy... Jó, hát de nem is 6-os Androidot használtok. Ja, értem. Nem, én 10-eset és Windows-t. Na jó. Köszönjük, Laci, hogy hívtál bennünket. Hello, hello, megyünk tovább. Van telefonunk? Jól láttam? Jó, akkor van, mindjárt, van. Mindjárt Laci bólogat. Mindjárt csak a Gergő még a pultra teszi a telefonát. Na! Mi van? Csak a telefonot dicsérjük itt dicsérjük a hátam mögött. Ne bántsátok, jó? Nem dicsértünk. Foglalkozzatok a sajátotokkal. Az nagyon is jó. Na itt a telefon nálunk. Halló, halló! Halló, sziasztok, Vezé! Halló, szevasz! Lenne egy kérdésem, hát nem is lenne több is, csak a... Egyik az lenne, hogy múltkor mondtad, hogy nyomtatókban én otthon volt. Nem, pont az ellenkezője. Én nem szeretem a papír ja, alapú történeteket, ezáltal a nyomtatókat se. Ja, egyszerű kérdés lenne, hogyha van egy USB-s nyomtató, és az USB-s nyomtatót összekötöm egy USB-s hubbal, és a hubbal meg rádugok 4 darab PC-t, akkor 4 darab PC az egy nyomtatót tudja kezelni. Nem. 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 Nem tudja? Nem. Nem. Nem, mert ugye attól, hogy USB működik, ez egy
Hát nem soros, mert van az, hogy soros kommunikáció, mert pont, hogy párhuzamos kommunikációról beszélünk. Tehát, hogy ettől függetlenül még pont-pont kell, hogy működjenek. Ha az egyik működ, tehát az egyik használja, akkor a másik nem fogja tudni. Tehát ez szerintem, illetve nem tudom, de szerintem ez nem lehet, működik. Ezt úgy lehet megoldani, hogy hálózati nyomtatóként használod, például ha routereden van. Igen. USB csatlakozó, vagy esetleg a nyomtatón van internet. Hát vagy rádugod egy bármilyen gépre, és a Windowsban van hálózat, vagy file és nyomtató megosztás, tehát a nyomtatót is meg tudod osztani, nem csak adott könyvtárakat, és akkor az adott hálózaton lévő számítógépek mindegyike fog tudni nyomtatni arra a nyomtatóra, ami hozzá van kötve az adott számítógéphez. Azt tudom, ennek az a feltétel, egyik feltétel az, hogy a nyomtatónak legyen Ethernet. Hát nem. Nem. Vannak kimondott olyan nyomtatók. Vannak kimondott olyan nyomtatók, amik hálózati nyomtatók, azoknak van Ethernet portja valóban, vagy Wi-Fi, mert ugye manapság már felesleges bele Ethernet, inkább Wi-Fi. De úgy is lehet hálózati nyomtatót csinálni, hogy számítógépen keresztül osztod meg a nyomtatót másnak is nyomtatásra. Érted? Tehát ugye van ilyen funkció, már a 3.1-es Windowsban is volt. Nem segíteni az a kis adapter, amelyiknek az egyik vége USB, a másik Ethernet. Hát az nem így működik. A kettő közötti konverzió az... Jó, hogyha számítógépen tönkre megy a Ethernet csatlakozó, és akkor egy ilyennel az ember meg tudja hekkelni, hogy ilyen USB Ethernet átalakítom. Igen, de... Nem, az nem arra való. Tehát okay. Vannak ilyen eszközök, tehát létezik olyan printer szervernek hívják, most a szervert itt ugye mindenki ilyen nagy számítógépre gondol a szerver esetén, nem minden esetben ez. Például egy printer szerver az gyakorlatilag egy ekkora kis kütyű, amit rádugsz a hálózatra, a másik oldalra meg bedugod a nyomtatót, és igazából az a dolga pont, hogy hálózati nyomtatóvá alakítja az adott nyomtatót. De hát egyszerűbb egy, valóban egy routert venni, hogyha mindenképpen ez a megoldás, amin van USB, és azok általában azok a routerek, amiken van USB port, azok alkalmasak arra is, hogy rákötsz egy nyomtatót, akkor hálózati nyomtatóként használható az a nyomtató. Oké, értem. Akkor az lenne még így kérdésem, itt eléggé fényeztétek a Windows 10-et, hogy mennyire jó. Igen. Nekem egy i3-as gépem van, és azzal az a saját utazási videóimat szoktam szerkeszteni, megvágni. Nincs a gép internetre kötve, mert nem internetezek vele, csak a kamerával kapcsolva össze. És hát a kódolási időben, hogyha lecserélném a Windows 8.1-et Windows 10-re, azt akkor észrevenném, hogy mit mondjuk egy 10-20%-kal gyorsabban lekódolja a Full HD-t. Hát 10-20%-kal biztos, hogy nem. Nem, de 30%-kal gyorsabban kapcsol be, mondjuk abban látod. 1-2% különbség más lehet. Szerintem még csak annyi sincs. Tehát a videókódolás az a szoftvertől függ, illetve a hardveresen, hát hogy mondjam már végig. Most nem erre gondoltam, csak a Windows 10-be be van építve, hogy ugye pont a videógyorsításnál, hogyha van videókártyád, akkor együtt tudja használni az integrált videókártyát és a videókártyádnak a GPU-ját, a kódoláshoz. Ezt a Windows 10-be hozták be. Tehát, hogy... Nem, egyszer használt a két eszköz, de amikor kódolsz, akkor az ki van találva, hogy milyen alapon kódolsz. Tehát, hogyha mondjuk azt mondod, hogy videó gyorsítóként MPEG-4-hez te az Intel QuickSync-es MPEG-4-es kódolót használod, akkor ő abban hogy fogja belevonni az Nvidia Q-dát? Sehogy. Tehát, hogy ez külön működik. Tehát vagy az egyikkel, vagy a másikkal kódolsz. Ilyen szinten meg nem lesz különbség. Ha hardveresen gyorsított enkódolást választasz, akkor az hardware függő, annak köze nincs a számítógéphez onnantól kezdve, milyen gyors a géped. Csak hardveresen van köze hozzá, tehát az operációs rendszernek ez lényegtelen ilyen szinten. Értem. Hát úgy van, hogy a szoftver azt kínálja föl, hogy vagy az Nvidia CUDA-t, igen, vagy a CPU-t, vagy ez a QA Vising, vagy hogy hívják, amiket mondtatok. QuickSync. Hát én a CPU-t szoktam mindig választani. Hát de, attól függ, hogy, tehát, hogy mondjam, tehát hogy milyen gyors az adott videókártya, tehát a GPU, ami a gépedben van. Mert CPU az az alap, tehát hogy CPU-val kódol mindig, de az a proci. Ha van gyors videókártyád, akkor, és mondjuk Nvidia-s, az, akkor tudod a CUDA-t használni. Ha alaplapi integrált GPU-s géped van, még az i3-asoknál ez nem annyira jellemző, akkor a QuickSync-et is tudod használni. De most innentől kezdve attól függ, hogy milyen a géped. Kódolod az Nvidia meg a
i3-as is, tehát pont ugyanott van a sebesség. Lehet, hogy ugyanott van, tehát ezért mondom, ez GPU gyorsaság. Hát meg a kódektől is függ, hogy miben, mert ugye H264 az a kódolási igen, forma, igen. Amiben gyorsítást tud akármelyik is tenni. Az Nvidia tud MP2-nél is. Nem dobna rajta. Nem, tehát igazából igen, az alapkérdésre visszakanyarodva, hogy gyorsabb lesz-e mondjuk a Windows 10-el használod, nem. Tehát ugyanolyan lesz körülbelül, mert ez nem az oprendszertől függ. Hiszen ugyanazt a szoftvert használod, most az, hogy milyen oprendszeren fut ez, az mindegy ilyen szinten. Tehát használhatod Windows 7-en is, 8-on is, 10-en is, szerintem ilyen szintű különbség nem lesz. Értem. Hát ilyen 64 bites, ilyen videóvágó szoftverben is azt használom. Más nem is használom a gépet, mert internetezni azt már lehet tableton is, aztán azt fejezve. Jó, hát nincs mit. Köszi Zoli, hogy hívtam. Hello. Köszi. Na, mi van? Meséljetek. Tamás kérdezi, a vállalati Skype és sima Skype között mi a különbség? Ugye van a Skype vállalati verzió, meg a lakossági Skype. Hát a vállalati Skype az egy teljesen másik szoftver, ugye a korábbi nevén Link, ami ugye a Skype brandet megkapta, nem is tudom, egy éve, valahogy úgy, vagy talán a nyáron. És hát teljesen sokkal bővítettebb funkciói vannak, ugye videokonferencia, ami az üzleti életbe kell, hát az állandó kommunikációra. Még szerintem a sima Skype-on a tudtam, nem lehet többen beszélni videóban, csak a fizetsz érte, ugye? Nem tudom, talán úgy van, hogy két vagy három emberrel, tehát kettő, ilyen vagyok, igen. Tehát, hogy három emberrel beszélhetsz, azt hiszem még konferencia hívásban az ingyenes verzióban Skype-ba, és többen már nem, ha jól nem tudom, ezt nincs kérdeztem pont valakitől valamelyik nap, és nem tudom rá választani, és nem próbáltam. Szóval az üzleti élete optimalizált funkciói vannak, és kevésbé ilyen, eljutom a Skype-ot engem azzal, hogy nem lehet kompakt módra kapcsolni egyébként. Mm-hmm. Vagy van mit tessék, rá van reklámmal, de nyilván meg ingyen van. Hát persze, hát... Igen, míg ugye a vállalati Skype az ugye a Office-nak a része, és az gyakorlatilag egy letisztultabb, kimondottan a professzionális használatra működő történet, ami meg mellette még ott vagy, be van integrálva ugye a különböző Office szoftverekbe, tehát az Outlookba vagy a Wordbe egy kattintással már mehet Skype-ra a csevegés, a közös szerkesztés, teljesen az ugye az egész Office, nem tudom, környezetnek, environmentnek a szerves része, ezáltal nem tudom, az üzleti kommunikációs produktivitást sokkal inkább felpörgeti. Egyébként nagyon durva, hogy én amióta, nem is tudom hány éve, amióta dolgozom, ugye mindig multiknál dolgoztam, és gyakorlatilag az összes munkahelyemen ugye Office kommunikátor, ezt valamikor úgy hívták, aztán lett Link, most Skype for Business, vagy Skype vállalati verzió, mindig is ezt használtam, tehát és belegondoltam, hogy régen az emberek ahhoz, hogy oda kellett menni a másikhoz. Föl kellett állni, és meg kellett nézni, hogy ott van-e a helyén, tudsz-e vele beszélni, nem csak ránézel, és ott van. És sok helyen ma is így van egyébként. Tehát én mindig is ezeket már használtam. Uh-huh. Úgyhogy ez a különbség. Aztán volt még egy másik, nem Skype-os, Windows-os hozzászólás, András válaszolt a kérdésemre, hogy Marci, nekem Win7 volt a gép, mert frissítettem 10-re. Egy darabig minden rendben volt, de egy idő múlva bármelyik rendszer vagy szoftver frissítés után azt érte ki, hogy fáj rendszer hiba. Csináltam egy rendszer visszaállítást, ami után nem működött sem a billentyűzet, sem az egér. Szervizbe vittem, ott kiderült, hogy nincs a Win10-en alaplapi driverek hozzá. A legnagyobb baj ezzel az én hülyeségem volt, mert időre töröltem az old mappát, így én vissza sem tudtam állítani a régi rendszert. Hát igen, ez egy hiba volt, de ez vihetett, visszatehetted volna. Hát igen, ez egy megoldás. Hát igen, csak kérdés, hogy milyen, mert a UEM meg előre telepített Windows volt, és nincs hozzá normális telepítő, akkor nem tudja visszatenni, ugye, hogy? Ha esetleg a recovery partíciót is letörölte, akkor nem fogja tudni visszaállítani. Igen, ez sajnos sok laptop esetében problémás lehet valóban. De ez az alaplapi driver, ezt nem egészen értem, mert az alaplaphoz igazából, tehát ezek az általános driverek, az pont van. Meg a másik, vagy, hogy nem hiszem, hogy fölmenne, akkor kiírná a Windows-t. Igen, tehát pont ezért van ugye ez a Get Ready to Windows nevezetű, hát ilyen diagnosztikai szoftver Windows 7, illetve 8 alá, hogy először ellenőrizzük le. Tehát ha leellenőriztük, és ott azt írják ki, hogy teljesen kompatibilis, akkor föl lehet tenni. Ettől függetlenül persze lehetnek problémák, mint ahogy
bele lehet futni olyanba, hogy valamit nem jól ismer föl, de pont az alaplap ugye az, amihez ráadásul kötődik ez a történet, hiszen például egy OEM rendszernél pont az alaplaphoz van kötve az operációs rendszer, tehát mindent kicserélsz igazából a gépbe, kivéve az alaplapot, mert ha alaplapot cserélsz, akkor arra már nem érvényes az a termékkulcs onnantól kezdve. Az OEM, igen. Sőt, én egyszer jártam úgy egyébként, hogy OEM rendszerrel, hogy vinyócsere volt, és én nem gondoltam volna, hogy ez vinyócserénél is előfordulhat. Ez vinyócserénél nem fordul elő pedig. És megcserélgettem a memóriamodulokat is, meg tudod, takarítást tartottam a gépbe, vinyót cseréltem, és ugyanez volt, képzeld el, hogy az a telepített Windows-om, ami fel volt telepítve a másik vinyóra, az nem indult el vele, pedig ugyanabban a gépben telepítettem föl, kiírta még a bootolásnál, hogy ez a Windows, nem tudom én mi, és kiírta, hogy az OEM verzió miatt gyakorlatilag, és újra kellett. De hogy mi vinyót cseréltél benne? Igen, vinyót cserélni pedig ennek nem szabadna így történni. Hát úgy volt, hogy beraktam mellé egy vinyót, arra fölhúztam a Windows, akkor nyolcat, valamit összeakasztott egy telepítésnél. És kiszedtem a másik vinyót, visszaraktam ezt, és Hát nem mindegy, ezek ilyen, jó, azért mondom, hogy vannak olyan szituációk, amikor így megmagyarázhatatlan, vagy például gondolj valaki... 10 perc alatt újra húztam, tehát nem volt egy nagy probléma. Szilvi posztolt egy ilyet, hogy ő nála ilyen történik például, hogy látszik. Lehet, hogy nem a legtöbbször a Windows 7-et vagy 8-at kéne frissíteni, és aztán próbálkozni. Vagy pont, hogy fordít, tehát hogy lehet, hogy annyira szét van már sződve, hogy úgy mondjam, az előző rendszer, hogy ezért nem tudja normálisan felülírni, vagy te frissíteni. Tehát ugye, igen, lehet. Tehát most már ugye, és ez az ajánlott egyébként, tehát alapból ezt ajánlottuk volna már kezdetektől is, ha ugye lehet volna erre lehetőség, de most már van, tehát a legfrissebb Windows 10 esetén most már lehet tiszta telepítést választani. Megkérek mindenkit, hogy tiszta telepítéssel telepítse föl, és akkor ilyen problémák elkerülhetek, mert nagy valószínűséggel lesz. Before mentsünk előtte adatokat. Így, hát jó, az logikus, tehát bármilyen rendszer újra húzás. De ha nagy megy, akkor nem kell tisztán telepítsen, hogy akkor kattintás, és 10 perc alatt a Win 10. Hát de tiszta telepítéssel is egyébként. Hát na jó, de ki kell menteni a dolgokat a böngészőből, minden hát az egy költözés, ez egy két nap. Egyébként, de most nem. De bár én mondom, ez megint olyan, hogy én ennek a híve vagyok, tehát inkább újra telepítem, nem szeretem a frissítgetést, mert ott hagyja a sok szemetet. Igen, maga után. Tehát, hogy az ember mentse rendszeresen az adatait, és akkor ebből nincs gond, hogy akkor most, ja úristen, újra kell telepíteni a gépet, most kezdjünk el menteni, mert az tényleg két nap. Hát folyamatosan mentsünk, és akkor nincs ez. Alapból a felhőben tároljunk mindent. Hát például, így van. Amennyi adatot lehet, igen, mert van az az adatmennyiség, amit már nem nagyon tudsz felhőben tárolni. Jó, nyilván letorrentezett filmeket nem tud a felhőben tárolni. Nem lett torrentezett nyersanyagok, nekem otthon videók. Jó, de azokat vinyó, külső Winchesteren tárolja az ember, és kész. Nem a rendszer vinyóján. Valószínűleg nem a C-gyökérben tárolod a letöltött C-dokumentumot. A kamerával átmásolt videóját. A System 32 mappában tárolom a nyersanyagokat. De akkor meg nem lett probléma. Jó, ügyes felhasználó vagy. Jó, tehát Szabolcs írja, hogy Skype, én napi szinten szoktam 4-5 emberrel videókonferencián beszélni, probléma és fizetésmentesen. Tehát akkor ezek szerint az alappal is lehet ilyet csinálni, videóhívás. Hát ezt mondom, hogy pár emberrel még lehet. Csak nem tudom, van valami limit, lehet, hogy 10 ember, van egy limit, abban biztos. Hú, annyira rég használtam már a sima Skype-ot, hogy ezt utána kell nézni, mert én már várom. Én bevallom őszintén, én sem szoktam azt, de én amúgy sem, tehát itt adásban szoktam, de úgy egyébként nem. Minek? Tehát, hogy nagyon ritka. Egy-egy ismerősöm, aki külföldön, én nagyon ritkán szoktam használni, akkor is a mobilomról főleg. Igen, igen. Tehát, hogy most nem fogok leülni és a gép előtt itt. Hello. Ez ilyen nagymami style, tudod? Igen, tehát nem, én nem. Az én nagymami a dolgomat, 30-as években a Skype-on még úgy csinált. Nem ez, úgy, csak na mindegy, jó. Nem, a nagymamák szoktak így beszélgetni. 45-ben második világháborúban a Skype-oltak. Jó. Jó, Szabolcs, az Win 7 Enter vagy Enterprise-ban még jó, hogy fizetésmentesen Skype-oltak, gondolom akkor. Az onnan jött. Hát nem mindegy, hogy fizetésmentes ez a történet. Tehát, hogy nem fizettél érte, vagy sokat fizettél. Vagy Szabolcs, rendesen. Azért azt érzed, hogy most szívás van, vérszívás. Jó, na szerintem kanyarodjunk a következő. Ja, egyébként nem fejeztem a Windows 10-zel kapcsolatos hírt, hogy igazából nem is ezért akartam ezt előhozni, ezt a történetet, ezt a frissítési dolgot, hanem hogy Németországban megint, ugye? Németországban úgy látszik, hogy nagyon nem szeretik az ilyen jellegű dolgokat, mert precedens értékkel születnek olyan ítéletek nagy tech cégek ellen, amik...
amik ugye kicsit érdekesek és szembe mennek a trendekkel, ugyanis a Német Fogyasztóvédelmi Hatóság azt tervezi, hogy bepereli a Microsoftot, amiért a szerintük a felhasználó beleegyezése nélkül tölti le a gépeikre a Windows 10-et. Németország tényleg jóléti állam, mire nincs ott ideje az embereknek. De egyébként igen. A fogyasztóvédelem korábban már figyelmeztetésben részesítette emiatt a céget, de nem volt hajlandó a frissítési mechanizmus működésén változtatni, ezért lehet a bíróság elé citálás a következő lépés az ügyben. Úgyhogy ennyi. Ugye a probléma központjában az ingyenes Windows 10 frissítés, illetve annak lefoglalása áll. Ha utóbbit megejtjük a Windows 7, illetve 8 felhasználók, akkor gépükre a Microsoft jóváhagyás és értesítés nélkül elkezdi letölteni az új rendszer, akár 6 GB-os telepítő állományát, illetve ezek terjesztésébe is bevonja azokat. Ez nem csak a merevlemez kapacitását csökkenti, de a felhasználók internet kapcsolatát is megterheli, ami különösen a forgalom korlátos, illetve a forgalom arányos elérések esetén jelenthet komoly problémát és költséget. A fogyasztóvédelem szerint az eljárás egy el nem várható megterhelést jelent a felhasználók számítógépeinek, ezért a Microsoftot az ettől történő elállásra kérte figyelmeztetésében a fogyasztóvédelmi hatóság. Ez történt, tehát Németországban. Igen, tehát nekem megoszlik a véleményem ezzel kapcsolatban, mert most bocsánat, tehát hogy ilyet nem csinál szerintem alapból a Windows, hogy ő a felhasználó tudta nélkül elkezdi letölteni. Nem. Tehát, hogy... Elfogadsz egy licenszerződést. Igen, illetve gyakorlatilag felhívja a figyelmet arra, hogy ugye ez a get ready for Windows 10. Szeretném a Windows 10-et, igen. Hát hogy megy letölteni? Igen, tehát hogy ha jól tudom, ez így működik. Nem magától tölti le, hanem maximum, ha valakinek ugye az automatikus frissítések be vannak állítva úgy, hogy töltse le, mert ugye ilyen opció is van. Én azt gondolom, hogy az Apple-t nem sikerült arra rávenni, hogy az Európai Uniós szabvány töltőt tegye a telefonjai mellé, akkor a Microsoft sem sikerül majd rávenni arra, hogy a teleálljon. Tehát ez egy... De nem... Oké, azt egyébként belátom, pont a szüleim laptopján volt az, hogy ott is minden automatikusan történt, és picit zavaró volt a gyengébb felhasználó képességekkel rendelkező szüleim számára, úgyse néznek, úgyse ezt kimondhatom, és pont most egyszer néznek, 10 évvel. Igen, Marcikám, mit mondtál? De ott is az alapvető probléma az, hogy nem olvassák el, amit kiír a számítógép. Igen, tehát ez mondjuk nagyon fontos, tehát nem ez olyan, mint a... Tudják, hogy Marci nem nézi hülyén, de olvasd el, hogy nem nézi hülyének, és mondom, olvasd el, hogy ja, tényleg. Tehát rögtön megijed az ember, hogy üzenetet kap. És azért már szerintem, hogy a legtöbb rendszer legyen az Windows, de gondolom a több operációs rendszer is, ami a nagyobb közönségek számára készül, azért már nem úgy üzenget, mint mit tudom én x évvel ezelőtt, hogy a Z-hib, a X-Pro szabálytalan műtet hagyott létre a KZXD modulban. A 94. sorban, tudom. Most már azért ennél azért felhasználó barátabb a dolog. Én nem tudom, hogy most miért gond az, hogy frissítik a rendszert. Nem gond, én ezért mondtam, hogy szerintem sem. De a másik Apple nélkül ott lecsátoroznak az izé elé, hogy jön a rendszer, és így tartják oda közelebb, mit tudom én, a holdhoz. Mondom, megbeszéltük az előbb, hogy miért gond. Tehát ez csak annak gond, akinek vagy régi gépe van, vagy illegális változatot használ. Neki lehet, hogy gond. Oké. Okay. Jó. Szerintem offoljuk a Windows-os témát, akarja frissíti, aki nem, a lehetőség megvan. Ennyi, ezzel zárjuk akkor ezt a témát, és a telefonálókkal folytatjuk. Halló, halló! Halló, szia, adásban vagy? Már adásban vagyok? Már igen, szia! Halló, szia! István vagyok. Halló, István! Balázs, ja. Marci vendég. Én a közelmúltban vettem egy Doji X5-öt, és ezzel kapcsolatban a következő kis történetet mondanám el. Figyeljünk! Az a lényege, hogy megvettem és beindítottam, stb. És a Chrome-ot feltettem, és minden úgy nézett ki, hogy rendben van, és egyszer csak kaptam egy üzenetet, hogy most tönkretettem én az akkumulátorodat, mit tudom én, fizessek be ennyit, ne kapcsolj ki, mert stb. Na, ez közel, tehát a vásárlás után közel történt, és úgy meglepődtem, és kikapcsoltam, annak ellenére, hogy azt mondta, hogy ne kapcsolt ki, de bekapcsolni már nem lehetett a mobil. Na hát, szépen,
hát mondjuk egy akkumulátort nem tudom, hogy lehet ilyen gyorsan tökéletlenül visszaraktam, és felrepült az Android, működni kezdett, de hát elkezdtem keresni, és a következő jött ki, hogy egy egyébként szintén kínai márka átvette a fiókomnak a kezelését, és meg voltam döbbenve, hát minden módosít, ez hosszú időben telt, és sok komplikációt okozott, és megváltoztattam a jelszavat, és mindtal, stb. Na most az a kérdésem, hogy ilyen mobilra milyen védelmet célszerű telepíteni, hogy ilyen ne következzen be. Én nem vennék ilyen mobilt. Nem a mobillal van igazából, igen, a Kínából volt egy nem, egyébként. Tehát kínprogrammal érkezik. Igen, tényleg én pont ezt akartam mondani, hogy volt egy olyan nem is mostanában, hanem igazából ez egy pár hónappal ezelőtti történet, hogy sajnos alapból néhány kínai mobil esetén alapból úgy érkeznek a készülékek egyébként, hogy valamiféle kémprogram van rátelepítve ezekre a készülékekre. Na most sajnos akkor ezek szerint ön is ebbe futott bele. Igazából én azt gondolom, hogy valami új operációs rendszer frissítést kellene ehhez keresni, vagy egy natív úgynevezett főzött romos megoldást, mert sajnos valószínűleg gyártói szinten ez nincsen normálisan kitalálva, és nem hiszem, hogy egy frissebb rendszer ezt normálisan meg tudná oldani, vagy ennek a rendszernek a frissített változata esetleg. Tehát alapból kémprogrammal érkezik, ami valószínűleg, ha a rendszer alaprésze, akkor kiírthatatlan onnan. Ez mondom, egy pár hónapja hír volt, és ezek szerint akkor ebbe futott ön is bele. De halló? Még egy kérdésem van, igen? Mivel a otthoni gépemet is ugyanez a jelszó és ugyanez a név van, akkor ő is megkapta ezt a vírust, vajon? Nem valószínű, de a jelszót azonnal változtatnék. Igen. Tehát a PC-m otthon. Uh-huh. Ja, nem, de nem, az adataihoz hozzáférhetnek, igen, a fiókodatáról, tehát érdemes, sőt, erősen ajánlott jelszót változtatni, amit nem adsz meg ezen a... Én nem is ismerem a márkát, amit mondtál telefon. Valami megtörtént, a Google csumi. Válaszolt is nekem, hogy megtörtént a változás, és sikeres volt. Uh-huh. És majd az ottani, a mobilon lévő kínai bejelentkezést majd két hét múlva tör. Uh-huh. Ja, mondom, hát arról szól a történet, hogy valószínűleg meg kell adni a Google fiókot, és akkor megadtad a Google fiókot a telefonon, mert az mondjuk logikus is valamilyen szinten, csak hát hogyha van egy kémprogram, ami mondjuk ezeket az adatokat valahova máshova is elmenti, tehát innentől kezdve átvette az irányítás gyakorlatilag a különböző szolgáltatások fölött. Sajnos ez egy ilyen történet, ezért kell vigyázni. De most ugye itt a védelemet kérdezted, én ugye azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy igen. Persze lehet rakni vírusírtót a telefonra, csak olyan túl sok értelme nincsen. Tehát, hogy ugyanis az a letöltött fájlokat fogja maximum átnézni, hogy vírusos-e vagy sem. Sajnos, ha a rendszerben alapból van egy vírus, ami rendszer szinten benne van, azt amúgy sem lehet kiírtani. Ez olyan, mint az előre telepített alkalmazások, amiket nem lehet eltávolítani, hiszen gyakorlatilag bele van égetve a telefonba, tehát az operációs rendszerbe, innentől kezdve nem lehet onnan azt eltávolítani. Úgyhogy teljesen új rendszert kellene rápakolni erre a készülékre. Nem eldobni valószínűleg, hanem, bár nem jó, tudom, hol vetted, jó, de... Szívesen. Oké. Okay. Igen. Tehát, jó, nem így érde. Hát akkor vissza kell vinni, tehát gyakorlatilag garanciális gondolom én, akkor vissza kell vinni, és meg kell mondani, hogy ez a probléma, tehát hogy akkor azonnal csináljanak vele valamit. Tegyenek rá új rendszert, tehát van egy szerviz, ahol ilyennel foglalkoznak, értem. Oldják meg, hogy ne egy vírusos rendszer legyen a telefonodon. Jó? Jó, köszönöm. Oké, okay, köszönjük, köszönöm. Hello, hello. Szi, hello. Ti most nem akarom mondani, nem is tudom megismételni, ti ismertétek azt a márkát, amit én mondom. Ismertem. Igen, meg. Hát még mutattuk is itt, ha jól emlékszem, de, pont a... Ja, hogy az! Igen. Hát egyébként nem tudom, hogy mert én is olvastam ezt a hírt erről egyébként. Ezeket a csumi-csumi csing-csong telefonokkal az a probléma, hogy megrendelik Kínából, tele van kémprogrammal. De hát látod, hallod, hogy nem Kínából, hanem itt vette az úra szkóba. Tehát, hogy... És a szkó. Tehát nem, itt az a probléma, hogy... Ők nem edelnek Kínából ilyen gagyikat? De... Az lehet, csak azt mondom, hogy viszont onnantól kezdve, hogy ez Magyarországon forgalomba hozott készülék, és valaki forgalomba hozta,
innentől kezdve garanciálisan vállalható, szoftveresen is. Szászai így van, pont abban az adásban most már emlékszem, beszéltünk róla, hogy itt van kell hozzá supportnak lennie. Pontosan. De most így azért így látatlanban az évélemény szerint ez egy kemény harc lesz, ha visszaviszi. Az biztos, igen. Tehát, bár szerviz, tehát a szerviz meg garanciálisan már nem a izébe kell visszavinni. Tehát nem hardveres hiberről beszélünk, szoftveresen tegyenek rá egy új rendszert, ami nem fertőzött. Ez ennyire egyszerű. Ennyi a megoldás igazából. Persze, az egyik áru feltöltött, azt csinálja két. Nem az áru feltöltött, meg ugye a szerviz az nem ott működik, hanem valószínűleg van egy partner szerviz, akivel a húsok le van megszerződve. Ez rajta kell legyen. Szóval felfigyelj, húspultnál jobbra. Marika, hoztak egy dugit, tessék meg. Marika leveszi, éppen darabolta a baromfit, vagy nem tudom, vágta a sertést hátul a kertbe. Véletlen a telót is ketté üti vele. Telefont is ketté lehet menni, nincs semmi látnivaló. Viszont van nekünk egy telefonunk, amit nem ketté ütni kell, hanem felvenni, úgyhogy van egy telefonálónk. Hol? Halló? Halló? Itt vagyok. Szia. Hello, szia. Szia. Hello. Itt vagyunk, hello. Figyelünk. Mit csináltok gyerekek odakint, mert mi csak zúgást hall. Nem, hallunk a telefonát, de ő nem hall minket. Hallasz minket? Hm? Azt tudném megkérdezni. Igen, figyelünk. Halló! Jó, menjünk jó, próbálkozz, tovább, jó? Próbálkozz még egyszer, köszönjük szépen. Na, igen? Na mi a probléma, Marci? Na, átmegyünk az okos órákra? Menjünk az okos órára, igen. Gyakorlatilag nem csak az okos órákat tiltották ki Japánban az egyetemek, hanem minden karórát, mert hogy már igazából nem dolga a tanárnak eldönteni, hogy az óra az most okos-e vagy sem, és nem biztos, hogy miért kérdezte a kettőt, tudod a himnuszt? Nem vagy okos. Tehát gyakorlatilag ezért az összes órát kitiltották. Itt ebben a hírben ugyan okos órákat ír, de egy másik portálon megjelent hírszerint az összes karókáról szó van. Tehát a Kyoto-i egyetemen nem látják szívesen az okos órákat, illetve karkötőket. Az utóbbi időben egyre több intézmény tiltja ki az apró számítógépeket a vizsgákról, mivel könnyen lehet velük puskázni. De náluk is ki van tiltva, ne arra. Az okos telefon is ki van, de ez ugyanolyan, hogy az okos telefonok is ki vannak tiltva, nem lehet puskázni. Tehát ez... Igen. Na. De tényleg az okos telefon jutottak a koalizét, és az összes telefon, a tárcsását is kinyitották az egyetemről? Hogy puskázol? Elbagatelizáltuk a kérdést. Nem, ne haragudj. Az igazán fontos beszélésekhez vezetékes telefon kell. Na, az biztos. Na, szóval igen. És Ákost hallgatsz közben természetesen. Ismertek Ákos új számát? 0620? Hát igen. Jó, tehát minden karórát kitiltanak a vizsgateremből, ez a lényeg. Az intézmény aggódik, az okos órák, illetve az okos karperecek használata miatt, ugyanis túl könnyű puskázni velük, a legtöbb okos óra ugyanis képes az internetet csatlakozni, miket össze van tudnak kötve a felhasználó mobiljával is, így lehetséges például a jegyzetek feltöltése rá, vagy a mobilon küldött üzenetek óra kijelzőjén való elolvasása, így például a vizsgakérdésekre adott válaszok is megérkezhetnek. Ez Japánban? Japánban. De egyébként nem csak Japánban. De látszik, de melyik ország, amik a problémák, itthon legyen fűtés, meg szigetelés az iskolában, vagy egyetemeken, ott meg... Most legyen iskola, várjál, legyen iskola, nem úgy fűtés benne, először legyen suli. Igen. Jó, itt hát, ki lehetett puskázni egy ilyen hittanulán a bíblóról. Jó, hát valószínűleg azért van ez a történet, mert hogy már volt erre precedens. Igen, azért a japánok híresek a ilyen... Tehát, hogy vizsga közben töltötték fel a dolgozott kérdéseit a netre, valakit megválaszolták, visszaküldték, és de igazából azért... hány óra van, mikor lesz már vége a vizsgának, és közben... Én amikor főiskolára jártam, még nem volt okostelefon ilyen, én még nyomtattam a puskát. És a lábam, nyomtatót vitted így magad, és a Matrixot így az órán. És a leporáló papírra, igen. És a leporáló lökte ide. Tudod, a társadalomból jött így. És ott még tárcsás telefonon is puskáztál. Na persze, be kellett tárcsázni gyakorlatilag a... nem tudom. Beívta a Vendit, hogy te Vendi. Összesípoltak a modemek. És akkor természetesen utána... Vendi, mi a válasz? Küldtem nyomtatón, távoli nyomtatással, ugye hálózati nyomtatónak az anyagot, dehogy is. De hát puskázni is puskázott mindenki, bár én nem egyébként, és sose voltam egy puskázó típus, mert én béna vagyok, és mindig lebuktam volna, úgyhogy ezért nem is csináltam. Én meg mindig mindent tudtam, ezért nem kellett puskázni. Van újabb telefon hívónk? Na próbáljuk meg, hello, szia! Lesz hangja is, hello, hello! Hello, hello! Itt vagyok! Na hello, hello, szia! Szia! Mi még mindig figyelünk.
nagyon késik a hang. Ja, hát azt nem mondták a kollégák, hogy a telefonba figyeld a hangunkat, ne a tévébe. Ja, jó, rendben, oké. Na, hát ennyi a megoldás. Jó, jó. Azt szeretném megkérdezni, hogy én fogok, vagy szeretnék venni játékra gépet, csak nem tudom, hogy most vegyek-e, vagy rakjak össze. Hát ha van lehetőség, és tudod többit akarsz, akkor rakd össze, mert az ilyen összepattintottak azok általában. Na, tessék, lássék. Én szerintem. Egyet értek a Marcival. Hát meg attól is függ, hogy hol veszed igazából, mert van, hogy tehát, hogyha normális számtechboltba veszi az ember, akkor vannak jó konfigurációk, amik kimondottan... Hát igen, meg van, úgyhogy te hát mondod van írva, meg, mi van benne. Meg olyan is van, hogy te mondhatod meg kvázi, hogy mit rakjanak bele, és ők összerakják egy szerelési díjért, tehát gyakorlatilag úgy raktad össze te, hogy ők rakták össze. Igen. Értem, oké, és köszönöm. Nincs mit. Jó, menjünk tovább, milyen hozzászólásaink vannak, meséljetek. Mindjárt megkukkolom. Nem nagyon vannak most. Jó, hogy nem nézegettétek. De nézegettem, nem nagyon van most. Jó, Skype-hoz szóltak még hozzá. Jó, kérdés van, de nem tudom, a választ sem olvastam. Azt mondja, hogy sziasztok, hogy tudom beállítani a Skype-nál, hogy a jobb felső sarokban lévő bezárás X ikon valójában bezárja a programot, mert ha csak megnyom, ugyanazt csinálja, mint az első ikonnál, a tálcán leviszi a levívő gomb, elő is köszi a választ. Nem lehet a Skype-nál egy automatikus hát kijelentkezést klikkes csinálni. Skype bezárása. Igen, hiszen ugye kapásból, egyébként ebből is szempontból is való, némi igazság van abban, hogy a Microsoft elég agresszív, és a Skype-al kapcsolatban is azt, tehát amikor föl nincs rád a Skype-ot, sőt, csomószor egy-egy frissítés során alapbeállítással érkezik az újra, hiába kapcsoltad ki az előző verzióban, hogy alapból a Windows-el együtt induljon el, hát szépen. De az mennyire, mert elfelejted bekapcsolni a Skype-ot, lemaradsz egy fontos megbeszélésről, egy fontos hívásról, az amit elfelejted reggel bekapcsolni a telefont. Jó, hát ez, szerintem ez azért nem ugyanez, mert hát én nem szeretem én is, hogyha alapból betöltődj, ne töltődjön, mert én betöltöm, ha akarom. De ez olyan, olyan dolog, hogy ha otthon a vezetés telefon, így be kéne dugdod a falba. De nem az, Marci, hanem az, hogy ha én kikapcsolom ezt a funkciót, mert oké, legyen ez az alapértelmezett beállítás, bár ezzel se értek egyet, oké, kikapcsolom, lefrissítem, akkor nekem miért kapcsolja vissza ezt a beállítást? Ezt nem tudom, hogy ez így van-e. Így van. Automatikusan visszaállítja, hogy a Windows starttal együtt induljon el a Skype is. Amit itt kifogásol a Gergő is, és igen, valóban így van, hogy alapból nem csukja be, tehát magát a programot nem zárja be, amikor kijelentkezett, akkor kijelentkezik, és gyakorlatilag minimálizolja az alkalmazást. Rá kell kattint a jobb gombbal, és Skype bezárása, és utána bezárja. Ez most ugye első, mikor szerintem azért van így, hogyha meg hívásban vagy, vagy valamilyen megbeszélésben, akkor ha véletlenül az X-re kattintasz, akkor megszakadna az, és az sokkal kényelmetlenebb lenne, mint az, hogy egyszer jobbra kell kattintani. Igen, ebben mondjuk van logika, igen, hogy véletlenül ne tud becsukni, hogyha esetleg egy fontos hívásban vagy valóban. Tehát ez gondolom emiatt van így. Gondolom, engem jobban zavar az indulás, tehát hogy magától beteszi magát az indító programok közé. Hát mert gondolom a konfigfájt is lecseréli újra. Hát ez kényelmi szolgáltatás. Jó, hát mondjuk kikapcsolható, nincs ezzel, nem? Na. Rendben. Már 5,1 megabit a világ internet átlagsebessége. Wow. Amerikai székhelyű Akamai Technologies legfrissebb negyedéves jelentése szerint tovább, mint az internet átlagsebessége. Magyarország követi a javuló tendenciát, idehaza már 10,7 megabit az átlag tempó. Kijöttek a Q3-as eredmények. Na. És a globális átlag 5,1, Dél-Korea vezet 20,5 megabittel. Wow. Utána jön Svédország, Norvégia, Svájc, Hongkong, Hollandia, Japán, Finnország, Lettország, és a tizedik Csehország. Úgyhogy nekünk az egyébként az 5,1 az jó, szerintem ahhoz képest, hogy... 10,7, ja. Hogy hol volt, vagy bocsánat, 10,7 a magyar átlag. Úgyhogy azért a magyar széles sáv az elmúlt pár évben egészen megugrott. Igen. Úgyhogy a 21. a 193-as listán a 26. helyen szerepel a magyar átlag, az internet átlagsebessége. Nem olyan rossz, igen. A környező országok közül Románia végzett a legelőkelőbb helyen, 12,8 megabittel. Jó, abszolút. De egyébként mi mindig jó helyen álltunk, tehát itt valahogy az informatika redéz nagy baján. Nem álltunk mindig jó helyen. De, hát azért dehogy nem. Most mobil lefedettséget tekintve is, mobil internet szinten is, illetve az internetes sebességek. Volt egy nagy ugrás is. Valamikor, most már jó helyen állunk egy jó pár éve, de azért én még emlékszem, amikor nagyon sok helyen
például Budapesten a 12. egyes területein nem jó, volt igen. Széles sávú internet. Vannak, van, hát most is van olyan, hogy vannak kívül. Sőt, még most is, van, most is van a kerületben, pont olvastam a kerületi labból, hogy már nem tudom milyen petíciót gyűjtenek, hogy ezek ilyen kertvárosi rész. Nem éri meg oda húzni a kábelt, ugye, mert nem egy panelban van, ahol behúzod a kábelt, igen, és akkor lefedsz 200 ember, a legkisebb csomaga ott ül a optikán. És akkor x millióért behúzzák neked egyébként. Úgyhogy... Ja. Jó, a mobil internetről beszéljünk egy picikét, a jövő mobil internetéről, ugyanis ugye az egyik magyarországi mobil szolgáltató, vajon melyik ugye, aki... Nem tudom, kérdező meg Ákost. Aki most ugye Ákost magára hagyta, az ország leggyorsabb mobil internetét üzemelte be Nyíregyházán, teszt jelleggel, ugye már. Az eddigiekhez képest kétszeres adatsebességgel lehet már szörfölni ebben a városban. A Digitális Magyarország program első állomásán vált elérhető, a másodpercenként akár 300 megabites névleges letöltési sebességű mobil internet szolgáltatás a Telekom hálózatán. Ez gyakorlatilag ugye az a, ez még 4G, tehát azért még nem vagyunk rég az 5G-nél, ez ugye ez az LTE technológia, amelyet LTE Advanced-nek hívnak gyakorlatilag. A legtöbb makapható felső kategóriás mobil készülék, amikor már alkalmas ezekre. De ez az LTE ezekre. Plus, amit látok? LTE Advanced, most igen, mondom. Igen, de nem úgy, LTE hanem hogy Advanced-e. Jelenik meg például logóba. Ja, nekem hát azt nem tudom, hogy hogy jelenik meg. Mert ugye nekem simán azt írja ki a telóm úgy, hogy LTE, és egyszer uh-huh. egy-két héttel ezelőtt véletlen azt írta ki, hogy LTE Plus. Lehet, hogy azt már, de szerintem ez egy másik, lehet, igen, mert hogy igazából többféle LTE van, sőt ugye a 4G is, amit így 4G-ként híresült el, mint internet, vagy mint mobil sávszélesség, ez ugye egy fantázia név. Tehát ugye például a három szolgáltató itt Magyarországon, abból kettő ugye az LTE-t használja, 4G-s internetként, és például a 70-es szolgáltatónál ott a HSDPA-ban továbbfejlesztve annak is van ilyen advanced technológia, ami nem LTE igazából, hanem nem 4G. Is nem is mondták így, hogy az LTE hálózat, hanem az például ugyanígy 4G-ként funkcionál, mert sebességben hozza azt, amit egyébként az LTE hálózaton elérhető és már negyedik generációsnak számító mobil internetként apostrofálnak, de technológiában teljesen másról beszélünk. Nálam például az én telefonomon olyan szintű különbségek vannak, hogy például amikor LTE, tehát neked az van ki, hogy LTE, igen. Nekem az van ki, hogy 4G. Igen. Tehát, hogyha mondjuk azon a hálózaton lennék, amint te vagy, akkor nekem is az lenne ki, hogy LTE. Tehát például ilyen szinten is megkülönbözteti a két hálózatot, és máshogy hívják, tehát ha belemész a beállításokba, ki is írja, hogy HSUPA plusz, nem igen. tudom mi a technológia, amivel használva van. Még ugye a másik esetén LTE-ről beszélünk. Tehát magyarul ez az új LTE szabvány, amelyet a 30-as szolgáltató most tesztel, ez gyakorlatilag az LTE Advanced, ami egy továbbfejlesztés. Ez még nem az 5G, ezt hívhatjuk úgy, ha most mindenképpen ne kell nevezni 4,5G, de gyakorlatilag, ugye, mert volt olyan is, hogy 3,5G meg ilyenek, de gyakorlatilag ez még mindig a negyedik generációs, de már 300 megabit mobil internet. Az azért elég. Ami azért elég brutális, nem? Nincs tehát akkora net, kábelen nincs akkora net. Igen. Tehát ugye, mert az előbb beszéltünk arról, hogy bizonyos területeken milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Hát már az éterbe lehet gyakorlatilag 300 megabitet is átvinni, sőt tovább megyek, maga a technológia már többet is lehetővé tenne, csak hát ugye megint visszakanyarunk oda, hogy nem érdeke a szolgáltatóknak először rögtön a legnagyobbat bedobni, mert utána mi lesz, tehát hogy akkor hogy adják el majd az újdonságot. Szép, lassan emelik a sávszélességet, mert ugye igazából már giga fölött is lehetne mobilon átvinni egyébként. Egy más kérdés, hogy minek. Mobiltelefonon minek? Nagyon jó lesz ezt kihasználni csomó dologra. M2M dolgokra, machine-to-machine. Hát nem a mobiltelefon, itt most mobil internetről beszélünk, ami oké, hogy a telefonok is tudják már ezt a sebességet, de igazából ugye, ha a mobiltelefont nem csak arra használjuk, tehát hanem megosztjuk róla netet, vagy alapból olyan internet előfizetésünk van, hogy az az éterből jön, és mondjuk a mobilunk a router, vagy akár ugye kaphatók ugye alapból olyan routerek, amik ugye mobil internetet tudnak megosztani, hát mondjuk otthoni használatra más lehetőség nincs, mert mondjuk nincs normális szélessávú szolgáltató, kábeles szélessávú szolgáltató ugye a környéken, akkor mondjuk egy opció lehet az, hogy az ember mobilon tegye mindezt. Szabolcs egyébként posztolt nekünk itt egy képet, hogy saját mérése alapján Erdélyben a Narancs szolgáltató Románia hálózatán 4G plusznak nevezi ezt a technológiát, és itt egy olyan képet posztolt, ahol letöltésbe 279 megabájt jött. Hát,
Tök jó. Igen, tök jó. Na hát, és akkor most ezzel azt jelenti, hogy Románia előttünk van? Igen, megbeszéltük, hogy igen. Igen, ennyivel van előttünk. Hát de jó. Ezzel a pár hónappal. Igen. Sokkal fontosabb, hogy mindenhol legyen szélessávú internet, mint hogy ilyen, mert Románia, hogyha jól tudom, nem Románia, hogy jól tudom, úgy van, hogy valahol nagyon fejlett, vagy nagyon gáz. Igen. Tehát, hogy ilyen szélsőséges. Nálunk azért egyre csökken ez a különbség, és ugye itt most, hogy ha nem borítják annyira az asztalt, akkor ugye van erről egy milliárdos megállapodás, ugye az állam és a egyik szavazatok között, hogy a digitális Magyarország bekötési az EU-s projektek, meg stb. Úgyhogy... Hát meg ugye beszéltünk róla pont talán múlt héten, vagy múlt hét előtt héten, az iskolákban is ez az egész sulinetes projektet, ami ugye még elindult valamikor a 90-es években. Iskolák most ezt is kicsit... még 50 ezer forint a DSL. Igen, pont ezt mondom, hogy ezt is egy kicsit úgy fejlesztik, mert már ugye az iskoláknál eddig ugye, ha ez nem volt így minisztériumi támogatáshoz kötve, már inkább bekötötték ők maguk valamelyik szolgáltatóval megállapodva. De úgy néz ki, hogy akkor itt azért az állam egy kicsit felzárkózik és fejleszti ezt a Sulinet projektet is, és legalább 100 megabites internetet hát akarnak baj, eljutatni egy iskolába, de ha belegondolsz, hogy 100 megabit egy iskolába a mai világban. Nálunk is emlékszem a középiskolában. Hát 200 van. Tehát, hogy... De várjál, nálunk is a középiskolába, ahol jártam, most mindegy, hogy hova, ott is gyakorlatilag ilyen 4 megabites net van a mai napig egyébként. Na, hát ezt mondom. És ilyen, van rajta 50 számítógép. És ilyen, igen, több 150, de nagyon durva, hogy egyszerűen olyan lassú, hogy semmit nem lehet azzal a nettel kb. Kezdeni. Na, hát ezért van az, hogy azért az iskolák önköltsége, hogy úgy mondjam, azért megállapodtak már eddig is szolgáltatókkal, de most azért az állam is megpróbál segíteni, úgyhogy nagyon helyes itt az ideje, hogy mondjuk 15 éves rendszert kicsit felújítsanak, vagy újra tárgyaljanak, vagy nem tudom, mert annak idején emlékszem arra, ebbe a sulinetes projekt, még volt is szerencsém kezdetben ennél annál a szolgáltatónál dolgozni, aki ezt csinálta. Ugye mondjuk ki lehet mondani, hogy már nincs ilyen a szolgáltató, ugye az Elender volt annak idején a szolgáltató, aki ezt elkezdte csinálni. Ezt később átkerült a Matávnethez, ami már szintén nincs, úgyhogy ezt is ki lehet mondani. Illetve ők ketten gyakorlatilag vitték egy ideig. És hát emlékszem én egy meg két megabites interneteket kötöttek be, bérelt vonalon, tehát ugye részszálon ment a történet, ami a telefonon gyakorlatilag, csak hát menedzselt vonalról beszélünk. Hát azóta a technológia kicsit azt úgy érzem, hogy már nem itt tart, tehát most már ideje üvegszálakat kiépítgetni, én azt gondolom, pláne oktatási célra. Jó, aztán Ferenc írja, sziasztok, némely bevásárló központban azt tudja az eladó, hogy milyen telefon van eladó. Hát ez... Tisztelt a kiértelmek, mert ilyennel is találkoztam, egyikbe akartam venni egy vezetékes rádiófrekvenciás ikertelefont, azt sem tudták, hogy milyen fejet akarok. Hát igen, tehát azért... Nem ott kell vásárolni. Ez a szaküzlet, vagy igen. Valami hasonló, vagy internet, ugye, minek mozduljunk ki, de az a baj egyébként ezekkel a nagy áruházakkal, hogy többféle részleg van, és nem is lehet egyébként elvárni azt, hogy mondjuk, mit tudom én, előbb mondott ilyen hipermarketben egy eladó értson a, nem tudom, a műszaki cikket. Hát elvárni el lehet, csak tehát, hogy hát, azért, mert van, hát jó, persze, értem, én nem a problémát, csak érted, műszaki osztálynak legyen már egy vezetője, meg minden egyes részlegnek legyen egy olyan valaki ott, aki ért hozzá. Mondjuk tény, hogy nem várható el, hogy az a porszívóktól kezdve a legújabb okostelefonokig mindenbe képbe legyen, de mondjuk abban azért képbe kéne lenni, hogy miket árulnak. Még ha nem is teljesen. De egyébként meg nagyon egyszerűen azt tudjuk tanácsolni, és ez most lehet, hogy negatív reklám az ilyen hipermarketeknek, de nem ott vásároljunk már ilyeneket. Már csak azért sem, mert oké, hogy olcsóbb néha, meg néha akcióznak ilyen nagyon nuném eszközöket, és akkor azt úgy csábítja a megvásárlást az embert. Még lehet, hogy nem is olyan rossz, amit én is nézegettem pont a SCO-ba egyébként egy olyan táblagépet, ami egyébként tök megérte az árát, legalábbis hardveresen, ami ha tényleg az van benne, amit odaírtak a dobozra, akkor még egész megérte volna. De nem mertem megvenni, mert olyan szinten no-name, hogy mondom, az én nem fogok 15-20 ezer forintot kidobni még egy no-name gépre, még akkor sem, hogyha egész jó hardveresen van felszerelve, mert ki tudja, hogy maga az operációs rendszer, ugye pont ahogy a telefonálónknál is ez volt a probléma, hogy vett egy telefont, aminél vírusos volt az oprendszer, és utána mit kezdtek fel, ha nem tudok rá? Most kezdjek el fölhekkelni rá egy oprendszert? Tehát, hogy
Tehát vigyázzunk, az ilyen, inkább szaküzletben vagy olyan helyen vásároljunk ilyen jellegű eszközöket. Meg olcsó húsnak híg a leve, tehát... Hát ez a másik fele. Tehát, hogy inkább szakirányú boltokba próbáljunk meg ilyeneket vásárolni, vagy legalább híradás technikával, tehát hogy olyan műszaki áruházba vásároljunk már, ilyenek is vannak, ahol azért tud segítséget kérni, és tényleg el tudják neked magyarázni, talán valamennyire hozzáértve, hogy érdemes ezt megvenni, vagy nem érdemes ezt megvenni. Jó? Na, mit szóltok hozzá, hogyha egy kicsikét megnézzük, hogy mik voltak az idén a legkeresettebb telefonok? Van erről egy listánk? Hát egyébként igen, tehát ez mi más? Logikus is, hogy az Apple és a Samsung között dőlt el a Google-ben legtöbbször keresett kütyük versenyen. Legtöbben és legtöbbször az iPhone 6S-re kerestek rá, derült ki a Google nemzetközi keresési összesítéséből. A második helyen a Samsung Galaxy S6-os lett, a harmadik és negyedik helyen pedig szintén egy-egy Apple termék. Az Apple Watch okosóra és a laptopok kiváltására tervezett óriási iPad Pro táblagép is rajta van a listán. A top 10-ben 6 androidos készülék szerepel, 3 Apple készülék, mellé a 10. helyre bekerült a Microsoft Surface Pro 4-es táblagépe is, amely iránt váratlanul nagy a kereskedelmi kereslet is. Itt láthatjuk a listát, hogyha valakit így módon jobban érdekel, vagy jobban szemügyre tudja venni. Tehát első helyen a 6S, aztán Galaxy az S6-os, S6-6-es, Apple Watch, iPad Pro, LG G4, Note 5-ös, előjött egy, nem olvastam még, de nem is fogom, HTC Nexus, azért ott van a listában, ő is a 10. helyen készülék. Természetesen az iPad Pro 4-es is becsúszott. Ezek tehát a legkeresettebb mobil készülékek. Jó. És hát Magyarországon is, hogyha már megint a mobilokról egy picit beszélgetünk, Magyarországon is elég sokan használnak most már okostelefon, tehát a telefonhasználók, így van, telefonhasználók, vagy mobiltelefon felhasználók, kétharmada, több is, mint kétharmada, már okostelefont, igen, okostelefont használ. Ez kurva mondjuk. 3,3 millió fő okostelefon felhasználó van, akik közül 2 millióan a mobil internetet is aktívan használják, vagyis bárhol és bármikor elérhetőek az interneten. Ezen belül a 4G szolgáltatás iránt is nagyon rohamosan nő a kereslet. Az egyik szolgáltató jelentésében a friss adatokat is elmondja, hogy hányan használnak ilyen szolgáltatást. Tehát 67%-a a felhasználóknak okostelefon használó, és ez mondjuk az elmúlt 2 évhez képest 20% pontos növekedést jelent, ami azért elég durva, hogy mondjuk itt 2 évvel ezelőtt még csak 40% volt. Most már ez ugye 67%. Ugye az okostelefon használók mindennapi életének szerves részévé vált a telefon, amitől igen nehezükre esik elszabadulni, 3/4 soha nem kapcsolja ki a készülékét, és a többség egész éjszaka maga mellett tartja, ez 58%. Én is egyébként. Hát mellett, hogy abban az ébresztő is egyben. Igen, a párnám mellett van folyton. Vannak azonban, akik még ennyivel sem érik be, 28%-uk egész nap nem távolodik el a telefonjától, 1 méternél messzebbre. Közel minden negyedik pedig még a mellékhelyiségbe is magával viszi a készüléket. Az okostelefon használók az alkalmazások letöltése terén is igen aktívnak mutatkoznak. 10-ből 9-en szoktak legalább alkalmanként a készülékeikre appot letölteni. Fizetni azonban már nem nagyon szeretünk. Kétharmad soha nem töltött le fizetős alkalmazást, negyedük pedig csak abban az esetben hajlandó erre, hogyha olyan appra van szüksége, ami egyébként ingyenesen nem tölthető le. A rendszeresen használt alkalmazások típusát tekintve egyértelmű, hogy a térkép, navigáció a kedvenc, 69%-a használja ezt az embereknek, tehát az okostelefon felhasználóknak a 69%-a használja a navigációt a készülékén, mely nélkül a lakásból sem szeretnek kilépni, de a kommunikációval, illetve játékokkal, közösségi médiákkal kapcsolatos applikációk is nélkülözhetetlennek bizonyulnak. Nagyjából 60% környékén van ezeknek a százalékpontja. Ennyien, tehát kétharmada az embereknek használja csetelésre, kommunikációra, játékra és közösségi médiás történetre a telefonját. Wi-Fi-ből, tehát a Wi-Fi felhasználás az 10-ből 9 netező
használja a mobilján a Wi-Fi-t, miközben azok aránya, akik mobil interneten keresztül is kapcsolódnak a világhálóhoz, már szintén eléri a 60%-ot, ami 2 millió embert jelent. Tehát akinek van okostelefonja, az ugye 3,3, és ebből 2 millióan neteznek is rajta mobilnettel. Tehát nem csak Wi-Fi-vel, hanem mobilnettel. Tehát egyre nő azoknak az aránya, akik nem csak okostelefon, de az internetet is mindig magukkal viszik a zsebükben. És akkor nézzük, mert ez sem rossz eredmény, hogy hányan használnak 4G-s szolgáltatást, tehát már a negyedik generációs mobil szolgáltatást. A mobilnetezők 41%-a használja az okostelefonját, és további 6% tervezi, hogy igénybe veszi a jövő évben ezt, tehát olyan okostelefont fog magának vásárolni, ami már 4G képes, egyébként a megkapható közép-felső kategóriás telefonok mindegyike már tudja a negyedik generációs mobilhálózatokat használni. Sőt, már a középkategóriásokban is nagyon sok olyan van egyébként. Igen. Tehát a megkérdezettek 56%-ánál ez kulcsfontosságú kérdés egyébként, hogy tudja a 4G-t a telefon, különben nem azt a készüléket fogja megvásárolni. Egész jó, nem? Tehát nem vagyunk olyan rosszak ebben a kérdésben, én azt gondolom, hogy semmiképp sem nevezhető elmaradottnak az ország mobil internet, illetve okostelefon felhasználás kérdésében, sőt, én még ezt egy kicsit túlzásnak is tartom néhány esetben, tehát hogy például az, hogy, és most nem akarok ebbe belemenni, de az, hogy tényleg már a 8-10 éves gyerekek okostelefonnal rohangálnak, az nem biztos viszont, hogy annyira... Meg már a WC-re is oda viszi magával, tudod, tehát... Igen. Nem látod ebbe problémát. Hát, de ugye itt az internet felhasználása kérdés, egy 8-10 éves gyerek csak úgy, bármikor, bárhol, ugye most a szülei, mert ha otthon van egy számítógép, és ott a gyereket engedik netezni, felügyelet, az egy más kérdés. Erre vannak alkalmak. Meg a szülőnek, amit a gyerek kezébe ad egy olyan eszközt, amit felnőttek is használnak, akkor nyilván olyan szoftverrel lássa el, ami a tartalom szülésért felel. De nem ért hozzá egy szülő, egy szülőnek nem kötelessége az, hogy értsen hozzá. De a szülő, hogyha a gyerekének valamit odaad, akkor kötelező, hogy utána nézzen annak a dolognak. Ahogy egy szülő, az élelmiszer ellítésához sem ér, de azért nem ad mérget a gyerekének. Jogos. Jó. Jogos az elvárás, okay. Igen, de tehát, gyakorlatban ugye nem működik, akkor, sőt, akkor, a gyerek akkor, tanítja nem. A szülőt általában arra, hogy hogyan kell egy telefont egyáltalán felvenni, nem na úgy jó, használni, ugye? Na jó, ez így van, akkor van, de akkor viszont nagyon, akkor tényleg 8-as ilyesnek ne adj meg okostelefont. Ne, én is ezt mondom. Vagy adjan, hát akkor adjan olyan funkciót. De alapvető elvekből sem kéne egy 8 éves gyereknek. De akkor, de miért azért, mit tudom én, 500 éve nem voltak antibiotikok, ebből ne adjunk senkinek mossa olyat, Nem gondolom, hogy a legújabb és legdrágább telefont kéne annak a 8 éves gyereknek megkapnia. Ezt nem mondta senki, tehát egy gagyi telefonnal is ugyanazt lehet meglecsel, mint egy jó telefonnal, csak maximum lassabban. Tehát, hogy nem ezzel van itt a probléma, hanem az, hogy egyáltalán a gyereknek a kezébe adnak egy ilyen készüléket ennyi idősen. Nem azt mondom, hogy most itt egyetértek azzal, amit ugye pont szintén a hír volt a héten, hogy az EU-ban szabályozni akarják a regisztrációhoz kötött közösségi oldalak, internet használat, e-mail használat 16 évre, ugye jelenlegi nagyjából 13 év, ugye a Facebookra a regisztrálás alsó korhatára is, a Google-nél azt hiszem ott is 12. Mindegy. Az egy dolog, de föl akarják emelni 16-ra. Én meg azt gondolom, hogy azzal pont, hogy viszont az oktatást fogják egy picit visszafogni, mert ebben a korban viszont az, hogy már tanítsák erre a gyerekeket, hogy hogyan e-mailezzünk, hogyan használjuk közösségi oldalakat. Szülői beleegyezéshez kötnék. Hát igen, csak ugye ezt hogy, majd ugye hoznak rá egy EU szabályozást, amit majd megint ki fog megszívni, az a Google, a Facebook, stb., mert hogy fogják ezt ők ténylegesen betartatni, hogy úgy mondjam. Megint az lesz, hogy illegalitásba fognak vonulni azok a mai... Mi lesz az? Oké, most 13 az alsó korosztály, mondjuk a Facebook regisztrációnál. Tegyük föl, bevezetik a 16-ot. Mi lesz azokkal, akik most 14, 15, 16 évesek? És már regisztrálták. És már fel vannak regisztrálva. Kirúgdossák őket a Facebookról? Nem, szerzetjogot nem szokás elvenni jogállamokban. Úgyhogy Magyarországon lehet, hogy elvenni. De bocsánat, mivel mindenki fönn van már a Facebookon, innentől kezdve, nem az új regisztráció, mert ki fog újonnan regisztrálni? Hát most is születnek még emberek, képzel. Na jó, de azoknak majd meg kell várniuk a 16-ot. Igen. Na jó, de az 16 évig nem probléma, ha ezt most bevezetik. De akik viszont már
akik viszont már regisztrálva vannak, na velük mi lesz? Tehát azért mondom, hogy ez még csak egy gondolkodás, egy javaslat. Gondolkodás, amit még szerintem nagyon gyorsan vessenek el, mert nem erről szól a történet, tehát visszafogja az innovációt. Tehát azért a fiataloknak, tehát nem tiltással kellene megint elérni dolgokat, és itt EU szintről beszélünk, tehát nem tiltással kellene elérni dolgokat, hanem oktatással kellene elérni dolgokat, én ezt gondolom. Hát de én azt mondom, egyébként ez ugye nincs EU-s központi oktatási politika az informatikára. Itthon iszonyat nagy probléma van az informatika oktatással szerintem. Iszonyat nagy probléma. Hát gyenge. Hát attól függ, van, mert vannak, most persze vannak szakirányú iskolák, de olyan szakközépiskolák, olyan egyetemek, ahol már... annyira fontos a digitális írásodás, mint az, hogy az ember simán tudja. Persze, egyetértek ebben, csak persze, mert ugye most a Microsoft, pont a Microsoft kapcsán jött ez egyébként elő, hogy ő szeretné a nemzeti alaptantervbe betenni a kódolást, a programozást, hogy legyen az alapoktatás része. Maximálisan egyetértek, bár nem feltétlenül a programozást, mint úgy, hanem az, hogy informatikát, számítástechnikát tanítsanak az embereknek, már gyerekkorba kezdjék ezt el. Ezen a kódolásos rendezvényen tudod, milyeneket mondtak a kisgyerekek? Így néztem. Ezt mondom. Tehát, hogy az itt a probléma, úgy lealáznak, hogy nincs hozzá szakember szerintem. Tehát a gyerek már jobban ért hozzá, mint a tanár. Tehát kicsit úgy érzem magam, bár nem tudom, hogy áll ez, de szerintem így áll, hogy mint amikor mi jártunk iskolában, mi generációnk. Tehát mi is, amikor bejött a tanár és elkezdte magyarázni a számítógépet. Tehát igen, de mi tanítottuk a tanárokat, könyörgök. Tehát, hogy... Nem volt megfelelő tanárképzés az elmúlt időszakban. De most sincs, hát ez irányú tanárképzés nincs. Most bocsánat, de maximum informatikusok tudnának normális informatikai órát tartani, de ők meg lehet, hogy nem pedagógusok. Nem hát meg tehát, inkább sokkal, meg elmennek külföldre dolgozni. Meg sok pontosan. Millióért, és nem izé tehát, hogy, tanárként fognak szenvedni. Igen, úgyhogy máshonnan eredeztethetőek ezek a problémák. És arról ne is beszéljünk, ugye, amiről már az előbb beszéltünk, hogy hát eddig nem nagyon foglalkoztak vele. Tehát a 90-es évek óta ez nincs fejlesztve, sem az infrastruktúra, legalábbis állami szinten, sem az oktatás, én azt gondolom, ez irányú oktatás. Tehát... Jó, de ez azért van, mert a vezetőink amennyire rendelkezésre állnak, például, hogyha jól tudom, akkor a Nemzeti Bank elnökének nincs egy számítógépe, a miniszterelnök úr asztalán is csak egy ideje tettek oda egy ilyen, mint amit az áruházban azok a műanyag ilyen izék. Ugye volt egy ilyen, hogy most már volt egy kis... Egy házat, egy számítógép ház, vagy egy laptop vázban. Tehát a legjobb példa, hogy azért ne felejtsük el, hogy ezt szerették volna az internetet, ennyi 150 forintra megadózott ja, gigánként, hát ugye? Azért ne felejtsük el ezt a kis történetet, mert azt se tudják, hogy mi az, hogy gigabyte. Szerintem ezzel zárjuk mai adásunkat, hogy ezzel mindenki kicsikét gondolkodjon, én azt gondolom, és reméljük, hogy olyan is látja ezt, akit ez tényleg valóban érint is. Már nem úgy érint, hanem nem aki esetleg befolyással lehet. Igen. Hát mondjuk lehet, most megállt egy fekete autó, lehet, hogy értünk jöttek. Köszönjük szépen. Szívesen. Azt, hogy itt voltatok. És hát akkor búcsúzkodunk. Ennyi, ez az idő. Köszönjük, úgyhogy köszönjük szépen. Ebben a felállásban, ha minden igaz, akkor jövő héten, pénteken, karácsonykor is leszünk 25-én, mert hát nincs karácsony restart nélkül, ugye? Nincs karácsony vendi nélkül. Így van. Nincs karácsony vendi nélkül. Úgyhogy nézzetek minket, és reszkesetek, kedves tévénézők, mert itt leszünk. Köszönjük a figyelmet. Ja, és persze hétköznap, hétfőtől szerdáig azért lesz restart, úgyhogy érdemes nézni 7 órakor a Fix TV-t. Szevasztok, jó hétvégét! Sziasztok!